és a Mokka Budapesti stúdiójában Gyurcsány Ferenc a DK elnöke. Jó reggelt kívánok, elnök úr, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Jó reggelt kívánok. No, hát az Indexnek adott egy interjút, ebben volt egy-két érdekes, mondhatnám azt, hogy néhány ilyen meredek kijelentése, többek között az, hogy ugye megbánta azt, hogy 2004-ben elvállalta a miniszterelnökséget ugye az MSZP-vel a háta mögött, akkor nem érzett ebből semmit, hogy ez egy rossz döntés lehet? Ugye úgy fogalmaztam, hogy tíz év távlatából néze persze, és az ember mindig okosabb tíz évvel később, mint amilyen volt annak idején, az összes történés is értékelve, hát nem voltam készen legalább három értelemben, nem? Nem láttam azt az otrombaságot, amilyen módon a fő ellenfelem a Fidesz csinálja a politikát, nem vettem észre, hogy nem fogom tudni átalakítani a pártomat olyan mértékben, hogyan kellett volna a sikerhez, három, nem érzékeltem, hogy az ország azt a tempót, amilyen tempóban szerintem át kell alakítani az országot, hát arra nincsen még felkészülve. Hát ezekre utaltam akkor, amikor azt mondtam, hogy mintha nem lettem volna készen, akkor ott ezekkel szembenézni. Azért érdekes az, amit most mond, ugye elnök úr, ugye tíz év táblatában, mert ezért 2006-ban az ön életében mégiscsak eljött egy olyan sorsfordító pillanat, amikor mert egyszerűszinttel lenni, hát legalábbis viszonylag ugye zárt körben, ugye az összedi beszédre céloznék, mert gyakorlatilag ön ugye már két év után is elismerte azt, hogy gyakorlatilag semmit nem csináltak, és amit lehetett, ez hogy nem tudom azt a szót ugye használni, amit ön használt ugye 2006-ban, de ugye mindent elrontottak, amit csak lehetett. Amikor ez megszületett az ön fejében, ez a gondolat, ez az őszinte felismerés, akkor miért nem mondta azt azon, hogy köszönöm szépen ennyi viszontlátásra? Hát sokszor végigbeszéltem én már önnel, meg másokkal ezt a sztorit. Hát ne vegye se, se a nézők készpénznek ezt az igazságbeszélt történetet. Azzal a szándékkal lettem politikus, és azzal a szándékkal maradtam, hogy megváltoztatjuk ezt az országot akkor azt mondom, hogy nem csinálunk semmit, az ahhoz képest igaz, hogy sokkal többet szerettem volna. Egy szenvedélyes, beszekedős monológot úgy értelmezni, hogy az egy tárgyilagos higatelemzés, ez több mint túlzás, és azt gondolom, el kell jönni ettől a fajta értelmezéstől, és meg kell őrizni összed igazságát, nem az egyetlen igaz beszéd és őszinte beszéd, hanem ma azt gondolom, hogy a magyar politikában a legegyenesebben, legőszintébben, a demokratikus és én magam képviseljük az ország ügyeit. Most gyakorlatilag ezzel a lépéssel, hogy ezt az interjút ön adta, érzékeli azt, hogy hány embert kiborított így a környezetében, vagy hogy nagyon sokan, hát pestiesen fogalmazva, de kiakadtak ezen az interjún. Most ugye az együtt PM-re gondolok. Azt érzékelem, hogy ez a hang, ez milyen sokaknak fontos hogy milyen sokak számára teremt út a lehetőséget azonosulni mindazzal, amit mi meg én képviselek. Hát ilyen cicavitába én meg nem megyek bele Most őszintén jó, szólva. Azt érti az alatt, hogy mennyire fontos ez a hang, hogy gyakorlatilag olyan kijelentéseket tesz, amelyeken mások mondjuk felháborodnak, és teljes egészében mondjuk igazságtalannak tartják a kijelentéseit? Mások meg örülnek neki. Azt mondják, hogy van itt egy politikus, aki nem a szokásos politikusi szövegeket mondja, hanem az, amiben a legőszintébben hisz. Állandóan becsomagoljuk a történeteinket, és mint hogy egy más nyelvet használnák, mint amit használunk a stúdiókon kívül, meg interjúkon kívül, én meg nem akarok más nyelvet használni. Azt szeretném, hogyha a választók átélnék velem együtt, szenvedélyesen, hogy nem maradhat ilyen az ország, Tíz perccel korábban érkeztem ide önökhöz a TV2-be. Egy elképesztően jól szituált, jól öltözött, hatvan körüli asszony, azt hittem azért jön, mert aláírást akar tőlem kérni, azt mondja nekem, hogy nem tudnánk ki adni egy kis apró pénzt. Hát ilyet nem láttam nem tudom mióta Magyarországon. Hát van itt egy probléma, ez az igazi probléma, hát... hogy rossz felé megy az ország. Ehhez képest most a baloldal elnök, úr, hogy Többet kellene az utcán járkálnia, mert egyébként van azért Magyarországon, nem csak Budapesten, több olyan rész utca, ahol az ember sétál, nem csak öntől, tőlem is kérnek egyébként apró pénzt, de ez a világon egyébként így van. Most maradjunk azért egy kicsit az aktuál politikánál. Ön most gyakorlatilag az önkormányzati választásokra készül. Hogy? Hogy tud úgy az önkormányzati választásokra készülni, hogy kicsit azért belerúg az Együtt PM-be, kicsit azért úgy érzi, hogy ez az összefogás ugye mégsem volt annyira jó, mint amennyire ezt érezték annak idején. Nem gondolja úgy, hogy rengeteg pártársát, akár az MSZP-n belül, vagy régi pártársait, vagy az Együtt pms eseket is most megsérti, megbántja? Nem is. Azt gondolom, hogy, hogy mondjam, érdemes bölcsebben fogalmazni talán önnek is. Ebben, a hónap, ebben az országban ma kettő hónapot kell várni egy egyszerű vérvizsgálatra egy cukorbetegnek. Hét megyében már nincsen kéményseprés. Egy ilyen szituációban, őszintén szóval teljesen érdektelen, hogy az ellenzéki pártok között, hát külön pártokban vannak, nyilvánvalóan vannak viták. Van egy nagy közös érdek, ahol lehet, ott a mai kormánypárti polgármesterek vagy képviselőtestetekkel szemben demokratákat választani. Ez fontosabb, mint hogy egyik vagy másik ügyben nem értenek egyet a demokratikus ellenzéki pártok, lesz megállapodás, nem fogunk örömet okozni sem a Fidesznek, sem a Fidesz sajtójának. Azt fogják látni, hogy pár héten belül Budapesten, budapesti kerületekben, nagyvárosokban a demokratikus ellenzéki pártok meg fognak állapodni és kivel, elnök úr, az önkormányzati választásokra való felkészülés során kivel szeretne megállapodni a DK? Ö, hát elsősorban meg kell állapodnunk az együtt pm és a Magyar Szocialista Párttal, és meg is fogunk állapodni. Mik lesznek a feltételeik? Nincsenek olyan típusú feltételek, amiket itt talán ön gondolhat. Hát mit szeretnénk csinálni közösen Budapesttel? egy jobban élhető, szabadabb, nyugodtabb, egymásra vigyázó várost, mit kell ahhoz tenni az új főpolgármesternek, mit szeretnénk csinálni Szegeden, Budkalászlóval közösen, mit szeretnénk csinálni Miskolcon, ezekben meg tudunk állapodni, utána megnézzük, hogy kinek van legjobb jelöltje, polgármesterre, alpolgármesterre, képviselőtestületi tagokra, és csöndben, szépen, nyugodtan meg fogunk állapodni, és amikor készen vagyunk, akkor elmondjuk önöknek itt a Mokkában, meg máshol. Igen, de azért kérdeztem ezt a, az interjúnk legelején elnök úr, hogy ö, nem érzi úgy, hogy egy kicsit mondjuk megbántotta az együtt PM-eseket, hogy hogy lehet majd megállapodni mondjuk az együtt PM-mel, hogyha közben egy interjú apropóján egy kicsit nem tudom én beléjük rugott. Én. Ez gondolja azt, hogy majd az együtt PM-nek annyira jó lesz a megint a DK-val leülni közösen tárgyalni úgy, hogy ön ha nem is folyamatosan, de különböző időszakokban mit tudom én azért oda-oda bök nekik? Robert Harmanczó mondja ezt a belét rúgtam. Nem kell ott konfliktus csinálni, ahol nincsen. Az, hogy vannak dologok, például múltbeli dologok a válságkezelésben, kinek milyen érdemei vannak. És abban nem értünk egyet. Egy ilyen vita nem fogja megakadályozni, hogy Orbán jobb oldalával szemben erős demokratikus alternatívát mutassunk. Nem az Magyarország fő kérdése, hogy a PM vagy a ö, ö, demokratikus koalíció vitatkozik egymással, az Magyarország fő kérdése, hogy ö, ez az ország nehezebben élhető, rosszabb kedvű, mint volt bármikor az elmúlt időszakban. Az, hogy Budapest városa megrekedt, az, hogy Debrecen városában nincsenek új munkahelyek, ez probléma. És sokkal fontosabb probléma, mint hogy egyik vagy másik kérdésben vita van, és elég felelős politikusok vannak szerintem a demokratikus oldalon, hogy értik, hogy múltra vonatkozó ilyen vagy olyan vita, amit én nem tartok túl fontosnak, az nem akadályozhatja meg az együttműködést, nem is fogja. Bölcsebb annál a bajna is, és érettebb politikusok vannak a szocialistáknál is ennél. Hát Bajnai Gordon annyira volt bölcs, hogy ugye ő most úgy döntött, hogy teljes egészében háttérbe vonul és a stratégia alkotásban vesz csak részt. Más kérdés az, hogy mondjuk önnek milyen ambíciói vannak. Egyébként, ha már ugye a főváros többször szóba hozta, lát olyan embert, akit mondjuk közös jelöltként el tudnak képzelni főpolgármester jelölti pozícióban? Igen. De nem mond nevet, vagy nem hallom. Hát, azért nem hallja, mert nem mondtam nevet. Nyilván akkor fogunk nevet mondani, amikor közösen tudjuk felkérni azt, akire én vagy én gondolok, vagy más gondol, amennyire én tudom, egyébként másnak is van jelöltje, de a végén ő közös jelölt lesz, függetlenül attól, hogy először kimondta ki a nevét. Nem tudjuk megörvendeztetni azzal Tarlós Istvánt, akinek a főpolgármestersége sokakat rossz kedvűvé tesz, mert nem ilyen fővárost akarunk, hogy nem lesz kötős erőtünk, lesz nem pártpolitikához kötődő, egy szabadabb, jobban élhető városban hívő választók számára elfogadható, nagy kihívás jelentő jelöltünk lesz. El fog jönni pár héten belül az ideje, és különösen be fogjuk jelenteni. Na akkor már lehet, hogy Budapest mokka stúdiójában folytatjuk. Köszönöm szépen, elnök, ura, hogy a rendelkezésünk lehet. Köszönöm szépen.